A 19. század három ismert nő alakja fontos szerepet játszott a század zenetörténetében is. Közülük a leghírhettebb és a legfiatalabb kétségtelenül Liszt Ferenc leánya, Hans von Bülow, majd Richard Wagner felesége, az 1837-ben született Cosima volt. Az ő zenetörténeti hatása azonban áttételes, mert ő maga sem előadó művészi, sem zeneszerzői tehetséggel nem rendelkezett. Viszont Bayreuth, mint a Wagner tradíció intézményes letéteményese, nélküle sohasem maradt volna fenn. Közvetlenül zenei jellegű Felix Mendelssohn nála 4 évvel idősebb nővérének, Fanny Mendelssohnnak a szerepe. Ő 1805-ben született, rendkívül tehetséges muzsikus volt, naplója, levelei tanúsítják, milyen rendszeresen lépett fel zongoristaként magánjellegű társas összejöveteleken, és az itt játszott műsorok, darabok együtteséből egy nagy pianista repertoár képen rajzolódik elénk. Tudjuk, hogy volt zeneszerzői vénája is, Felix Mendelssohn nem restelte, hogy Fanny néhány dalát a sajátjai között nyomtassa ki, és sok tekintetben követte nővére zenei tanácsait is, nem egy Mendelssohn kompozíció sorsa, hangja, formája alakult a zseniális nővér véleményének hatására. A harmadik hölgy, aki mai műsorunk hősnője, Clara Wieck-ként született 1819-ben, és amikor 21 éves korában Robert Schumann felesége lett, már Németország szerte ismert zongoraművész volt. A három nő alak közül, tehát ő volt az egyetlen professzionista muzsikus. Az édesapja növendékeként, mint csodagyermek kezdte pályafutását, Friedrich Wieck elismert zongora és énektanárnak számított Lipcsében, üzleti tehetséggel is megáldotta az ég, egy zenei kölcsönkönyvtárat hozott létre, zongoragyárak ügynökeként dolgozott, és a Lipcsében vendégszereplő zongoristák nála rendeltek kölcsönhangszert hangversenyeikhez. Mint pedagógus hallatlan szigorúsággal nevelte növendékeit, rengeteg gyakorlást követelt tőlük, különösen igényes volt leányával, Klárával szemben, amikor rájött, hogy nem mindennapi tehetség. Életrajzírói Leopold Mozarttal hasonlították össze. Minden esetre ő is útra kelt a 12 éves Klárával, mint annak idején 70 évvel korábban Leopold Mozart Wolfganggal, az 5-6 éves fiúcskával, hogy bemutassa, hogy egyengesse a karrierjét, és hogy ritka tapasztalatokhoz juttassa. A kis Klára útban Párizs felé, Weimarban Goethének zongorázott, aki nemes jelenségnek találta a gyermeklányt. A párizsi szereplés jól indult, megígérte a közreműködést Paganini, Meyerber jegyet küldött az Ördög Róbert az akkori operaházi sikerdarab előadására, de a kolera járvány közbeszólt, a gazdagok és az előkelők elmenekültek Párizsból, Klára koncertjén alig voltak, Wieck csalódottan utazott vissza Lipcsébe. Bertold Litzmann kutatása nyomán pontosan tudjuk, mikor mit tanult Klára, mint zongorista, és hogy melyik esztendőben vett fel a műsorára egy-egy kompozíciót. A jegyzékből nyilvánvaló, hogy az apja virtuóznak szánta. Czerny, Kramer, Field, Moscheles, Hummel, Clementi, Ries, Kalkbrenner, Hünten, Herz etüdjein és variációin nevelkedett. Mindössze 2 Mozart szonáta, 1 Mozart zongoraverseny, 2 Beethoven tétel és Schubert Pisztráng dalának zongora átirata szerepel az első 7 év tanulmányi listáján. Amikor visszatérnek a sikertelen párizsi útról, érezhetően változik a repertoár. Chopin etüdök, nocturne, mazurka, az émol zongoraverseny, a Mozart témára írott variáció, Beethoven zongorás triók, a karfantázia, sőt, már az egyik cis-moll fúga is a Voltemperites klavírból. A koncertrepertoáron az első Schumann mű, a Toccata 1834-ben jelenik meg. Mindjárt mellette ott találjuk Paganini átiratainak első kötetét. Egy év múlva az első Mendelssohn darabok következnek, a Capriccio Brillant és néhány szöveg nélküli dal. Beethoventől ez időben már az Appassionátát játsza és a Kreutzer szonátát, és Bachtól is egyre több fúgát, de még mindig sok a Henselt és a Thalberg szerzemény. Az 1837-es évszámnál találjuk az első Liszt darabot,
virtuóz opera átirat, majd három Schubert dal Liszt-féle átiratát veszi fel műsorára Klára, Erlkönig, Ave Maria és Lob der Tränen. Kiegészül a Schumann repertoár is, a szimfonikus etüdökkel és a Fis-moll szonátával. Megjelenik egy Scarlatti mű, és a másik Chopin zongora verseny is, az F-moll. Elég sűrűn előfordul Klára Wieck neve e koncertműsorokon zeneszerzőként is. Egy S-dur polonéz, azaz az ő első opuszának első száma, egy tiroli dalra és egy saját témára írott variáció, egyik sem jelent meg soha, majd egy románc Schumannnak dedikálva, végül egy versenymű, első zongoraverseny címmel, érdekes módon a későbbi Schumann zongoraverseny hangnemében, A-mollban, Spornnak ajánlva. Hogy mennyire komolyan vették a 14 éves kislány művét, onnan tudjuk, hogy Becker kritikát írt róla a Neue Zürcher hasábjain. Klára 1833-ban először csak a koncert záró rondóját játszotta el a nyilvánosság előtt. Michael Ponti előadásában a Berlini Szimfonikus Zenekar kíséretével, Volker Schmidt Gertenbach vezényletével mi is meghallgathatjuk, mint egy a holnap után Klára Schumann műveiből összeállított hangverseny előzeteseként ezt a 10 perces időtartamú Allegro non troppo tempokarakterű tételt. De hogy az egész mű hangjáról, ciklus rendjéről is benyomásunk legyen, belehallgatunk a románc tétel végébe is, hogy halljuk a szóló cselló kantilénáját, a zongora hárfázó díszeit, és a szünet nélkül folytatódó, üsdob morajból kiemelkedő trombita fanfárral bejelentett rondó kapcsolódását. Ugyanilyen öltés már a cselló hangján köti össze az első két tételt is, és a 14 éves szerző merészségét csak növeli, hogy a románc tétel, amely nagyrészt zongora szóló az A-moll kompozíció közepén, Asdurban énekel. A rondóból persze fogalmat alkothatunk magunknak a francia-német virtuóz iskola hatásáról, itt-ott talán Chopin közeléről is egy-egy pillanatra, még inkább Klára brilliáns pianista tudásáról. Thank you.
Amikor hallgatni kezdtük Clara Schumann zongoraversenyének románc tételét, mintha Robert Schumann zenéjének egy-két gesztusa ütötte volna meg a fülünket. Az egyik a Clara és Robert házassága évében 1840-ben keletkezett Heine dalciklus első dalának a kezdetére emlékeztetett. Pontosabban azt jósolta. Im wunderschönen Monat Mai. Talán Schumann számára is ez az időszak lehetett az, amikor tanára, lánya iránti baráti, testvéri érzései először kezdtek mássá, többé válni. Azután 1834 második felében elnyomta ezt a bimbózó szerelmet egy másik Wieck tanítvány, a 18 éves érett Ernestine von Fricken közele. Clara, mint naplójában bevallotta, sokat szomorkodott ebben a 6-7 hónapban, de Schumann nem sokkal azután, hogy felbontotta Ernestinnel az eljegyzését, felismerte, hogy életre szóló szerelem köti Wieck Klárához, és a két fiatal 1835 novemberében bevallotta egymásnak érzéseit. Wiecknek azonban Schumann nem volt elég jó vő, és főként Clara karrierjét féltette. Sokan ismerik a történetet, milyen atyai zsarnoksággal próbálta 5 éven át megakadályozni a házasságot. A lányt másik városba költöztette, amikor megtudta, hogy Schumann itt is felkeresi, kitiltotta a fiút a házából, és Klárát visszahozta Lipcsébe. Felbontotta a leveleit, egyedül nem engedte az utcára. Éjszaka is bebenyitott a szobájába, hogy lássa, egyedül van-e. Később, amikor Klára 18. születésnapja után Schumann elnyerte Klára beleegyezését és aláírását, hogy a bírósághoz forduljanak házassági engedélyért, Wieck a lányát is száműzte a házából. Leveleket küldött koncertmenedzsereknek, hogy ne kölcsönözzenek Klárának hangszert a koncertkörútjain. Ha Schumannal találkozott az utcán, az arcába köpött. Elvesztette emberi méltóságát, mert úgy érezte, hogy egyszerre a lányát és élete főművét, Klárát, a zongoraművésznőt veszik el tőle. 1840. szeptember 12-én egy nappal Clara 21. születésnapja előtt házasodtak össze. Clara zenei szerepe ebben a házasságban elsősorban a múzsájé volt. A dalok éve voltak éppen az ő ihletése. Néhány szál virága csatás bokrétában közvetlenül is tőle származik, a rükkert versekre készült 12 dal, a Liebesfrühling második, negyedik és 11. száma Clara szerzeménye. Schumann hangszeres zenéjét is megihlette. Igaz, már az udvarlás a titkos jegyesség éveiben is külön zenei jelképként volt jelen Clara Schumann zenéjében. Kötésük jele volt az is, hogy az F-moll szonáta variációs tétele 1836-ban Clara témájára készült, sőt az egész szonátának a zenei mottója lett. Idézzük fel Klárának ezt az andantinóját, úgy, ahogy Robert Schumann lejegyezte, és a rákövetkező variációkat is.
Milyen megható, amikor Clara andantinójának a duktusára ismerünk abban a Schumann témában, amelyet 1853-ban a Schumann teljes idegösszeroppanását, elmegyógyintézetbe kerülését megelőző utolsó évben Clara választott ki, hogy arra írjon variációkat, és a művet férjének ajánlja. Thank you.
Klára zeneileg erős egyénisége természetesen más módon is hatott Schumannra. Egész biztos például, hogy Schumannnak a zongorától, mint számára egy évtizeden át legfontosabb kifejezési eszköztől való eltávolodása, a nagy együttesek, a szimfóniák és az oratóriumok felé történő fordulata jó részt Klára ösztökélésének köszönhető. Az asszony meggyőződése volt, hogy Schumann a monumentális zenei formák műfajok művelésére született. De Klára véleménye érvényesült egyszer-egyszer konkrét művekkel kapcsolatban is. Például a G-moll szonáta eredeti fináléját Klára, aki a művet bemutatta, túl nehéznek találta zeneileg, és félt, hogy nem lesz sikere. Vagy attól tartott esetleg, hogy nem értik meg benne, és a szerző szemére hányják a Beethoven Kreutzer szonátára utaló, Schumann által kísértetiesre hangolt tematikát. Minden esetre Schumann új finálét komponált, de szerencsére a régit is kiadta Presto Passionato felirattal. Most ezt hallgatjuk meg. Thank you.
Ha Klára szemszögéből nézzük, a két távolról sem egyenrangú, de egyaránt kiemelkedő képességű muzsikus házasságát, be kell vallani, hogy Klára feláldozta a karrierjét a férjéért. Talán nem a komponista lehetőségei vesztek el így, és ha igen, azok Schumann zenéjében megtérültek az emberiség javára. De a zongorista karrierjét a házasság akadályozta, visszaszorította, szinte kettőt törte. Klára Schumann elhunytakor 1856-ban azt írta a naplójába, hogy, idézem, halálával minden boldogságom oda, Isten adjon erőt, hogy élni tudjak nélküle, most új élet kezdődik a számomra. És kezdődött is. 37 éves volt, 7 gyermek édesanyja, és újból nekivágott a koncertzongorista pályának, és még 35 esztendeig maradt a pódiumon. Utolsó fellépésének dátuma és helye 1891. március 12. Frankfurt. Összefoglalóan elmondhatjuk róla, hogy korának jelentős zongoristája volt. 1831-től 91-ig hihetetlen sokszor játszott közönség előtt. Ő maga 2000 koncert műsorát megőrizte, ezek tanulsága szerint megtanulta és előadta 37 zeneszerző 300 művét, köztük 32 szonátát, 23 zongorás kamarazeneművet és 25 versenyművet. Műsorán szerepelt Bach 2 és 3 zongorás, Mozart 2 zongorás koncertje, Beethoven karfantáziája, Schumann Introduction és Allegro Appassionato és Introduction és Allegro című műve, valamint Weber F-moll koncertstükje és Bach olasz koncertje is. Beethoventől a G-dur és S-dur koncertek mellett 11 szonátát játszott, többek között a 2 fantázia szonátát, a pastorált, a vihar szonátát, a Waldsteint, az appassionátát, a Lézágyőt, az opusz 101-et és 109-et, valamint a Hammerklavírt. Mi jellemző, hogy a zongora művek közül épp ezek teremtették meg a 19. század Beethoven mitoszát. És nem akárhogyan interpretálta ezeket a műveket. 1838-ban Bécsben az appassionátával keltette a legnagyobb feltűnést. Liszt Ferenc beszámolt róla a Revue et Gazette musicalban. Grill Parzer a költő verset írt Klárához ezzel a címmel. Klára Wieckhez, amikor Beethoven F-moll szonátáját játszotta. Klára 1856 után nyilvánosan is egyre több Schumann művet tolmácsolt. A Karnaval, a Kreisleriana, a Fantazistükke, Blunteblätter, Albumblätter, Humoreske, C-dur fantázia, Empromptu, Arabesk, Novelletten, Nachtstükke, Kinderszene, Walszceden, Papillon, és így tovább, mind felhangzott Klára Schumann zongorestjein. Hangversenyeit sokat játszott Mendelssohnt is, és felkarolta a fiatal Brahmsot. Rengeteg kamarazenéjét propagálta később is, ezeket nagyon szerette. És persze Brahms és Klára Schumann kapcsolatához tartozik az is, hogy Johannes Klára Schumannak dedikálta a Fis-moll szonátáját. Hogy milyen muzsikus volt Klára. A versenyműveket partitúrából tanulta. Már 10 éves korában, 3 óra zongora gyakorlás után partitúrából blattolt, játszott első látásra pihenésként operákat. Nem a Wagneréit, őt gyűlölte, elfogultan, mint ahogy Liszttel szemben is egyre ellenségesebben érzett, noha Liszt nem csak Schumannnak, neki, Klárának is nagyon sokat segített cikkel, ajánlólevéllel, éppen zongorás karrierje indulása idején. De ez legalább érthető. Liszttel, mint pianista nem vehette fel a versenyt ő sem, senki sem. Önbecsülését csak így tarthatta meg, ha a Liszt-féle zongorázást, mint teátrálisat, elvileg ítélte el. Ezt tette. 1882-ben még mindig indulatosan azt írta a naplójába, Liszt előtt az emberek játszottak a zongorán. Liszt után vagy verték a hangszert, vagy suttogtak rajta. De hogy emberi gyengeségre is gyanakodhatunk, azt onnan sejtjük, hogy amikor Klára Schumann férje műveinek összkiadását szerkesztette, a C-dur fantázia éléről eltüntette Schumann Lisztnek szóló ajánlását.
Az ő játékáról kortársak véleménye adhat fogalmat. Egyik tanítványa, mert tanított is, Franklin Taylor úgy emlékezett vissza rá, mint akinek a játékában nem volt semmi önmutogatás, azt a zeneszerzői szándék pontos megértéssel jellemezte, és azt tévedhetetlen erővel érvényesítette tökéletesen érthető formában. Hanslick, a nagy bécsi kritikus 40 éven át figyelhette a játékát, és úgy találta, hogy Clara Schumann a lehető leghűségesebb képét adja a nagy kompozícióknak, de nem a nagy személyiség megnyilvánulásainak. Megegyeznek a róla alkotott vélemények abban, hogy sem lenyűgöző virtuóz, sem szentimentális előadó nem volt. Hanslick dicsérte Mendelssohn és Chopin tolmácsolásainak eleganciáját és báját, Bach és Beethoven játékának komolyságát, és Schumann tolmácsolásaiban a technikai és poétikus elemek tökéletes integrációját. Liszt egyszer gúnyosan, gyöngéd, szenvedő papnőnek nevezte. Valóban sokat szenvedett, férjét és 3 fiát temette el, egy negyediket elmegyógyintézetbe kellett zárnia, egy 5. a porosz háborúban esett el. Hősnek bizonyult, mint anya, mint hitves és nagy művész tudott maradni. Az a szkercó, amely e műveinek, emlékének szentelt műsort kicsendíti, 1842-ből való.